Maradjunk állva, testvéreim, és akkor Isten igét olvassuk. Római levél 12. rész, 3. versétől a 8. versig tartó szakaszt. Az ige olvasása után már Kósa Sándor testvéremet kérem, hogy kérjen áldást Istenünk igéjére. Előtte kövessük az Úr szavát. Pál levele a rómaiakhoz 12. rész 3. versétől. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát, a tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. Imádkozzunk! Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Hogyan élhetek egy olyan életet, ami kedves az Istennek, tetszik az Istennek? Hogyan lehetek áldott keresztény? Már a bizonyságtételekben szó volt erről, hiszen erre születtünk. Nem egyszerűen csak annyit, hogy túlvészeljünk néhány évet, évtizedet ebben az életben, és aztán vagy szomorúan, vagy félig elégedetten, vagy elégedetten, de befejezzük az életet, hanem ennél sokkal többet kaptunk, méghozzá a mennyet, ami nem csak majd lesz valahol, hanem a mennyek országa, Isten országa már most közöttünk van, bennünk lehet. És ahogy megint csak a bizonyságtételben is elhangzott, értenünk kell azt, hogy Isten növekedésre hívott el. Ezért mindig kérdés lesz, hogy mit kell változtatnom, mibe kell változtatnom, hogy az Istennek azok az áldása, amit nekem készített, amit ő már megtervezett, az valóságos legyen az életem, és egyre erősebben láthatók is legyenek Isten munkája az életemben. Vagyis, ha látják az életedet a szomszédaid, akkor valamit meglássanak Isten dicsőségéből. Olyan, mint a természet, amit az Isten teremtett, ha valaki tényleg nyitott szívvel nézi, akkor láthatja mögötte a teremtőnek a hatalmát és a dicsőségét. Még ha nem is ismeri Istent egyébként. Csak azt, hogy valaki olyan teremtette, alkotta ezt meg, aki látja és élvezi, és benne van a csodákban, a csodálatos szépségben. Szóval, ha az életedet látja a szomszédod, a munkatársad, akkor az az Istennek a terve, hogy látható legyen benne ő is. Úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy látva az emberek a ti cselekedeteiteket, a jó cselekedeteket, az Isten dicsőítség. Erre lettél elhívva. Ennél kevesebbel, mint hívő ember, nem elégedhetünk meg, ha megismertük a mindenhatót. Ha befogadtuk Jézus Krisztust az életünkbe. És igen, ez nem egy kompány dolog, hogy rákészülünk jó sokat, és utána majd egy órán keresztül nagyon jók leszünk. Vagy egy adott időre. Egyébként így működünk, hogy tudunk jól viselkedni, ha rákészülünk. De nem jól viselkedésre hívott el az Isten. Nem azt jelenti hívő embernek lenni, kereszténynek, Jézus tanítványának, hogy tudunk jobban viselkedni, mint mások. Vigyázat, ez egy csapda, mert elvárjuk egymástól a jó viselkedést. De hát Istennek pont ez a problémája, vagy ez volt, hogy ez egy olyan élet, hogy csak a jó viselkedést várjuk el magunktól, vagy másoktól, amikor ebben nem vagyunk teljesen benne. Amikor
ez pont az önző énünket elégíti ki, és azt, hogy bennünket megdicsérjenek, ott legyünk elől, látható legyen, hogy mi milyen jók vagyunk. Ekkor mindig el fogjuk takarni az Istent. Minden egyes esetben. Amikor viszont átadjuk neki az életünket, hogy az egész az övé legyen. Nem jó viselkedés, hanem az Isten szerint való életet szeretnénk. Ha valóság lenne a hétköznapjainkban, a házasságunkban, a gyermeknevelésünkben, a munkahelyünkön, és ez ne legyen különböző attól, hogy itt hogyan élünk a testvéreink közül, mit mutatunk, mennyire mutatjuk magunkat hívőnek, vagy éppen odaszánnak. Hanem ez egy teljesen egységes dolog legyen. Ahogyan Jézus Krisztus ezt mutatta be, hogy lejött a mennyből, és itt élt közöttünk, itt szolgált. A hétköznapokban megtette azt a feladatot, amit rábíztak. 30 éves koráig ott szolgált a családjában. Eltartotta a családját, amikor már nem élt az apja, József. Felvállalta mindazt a feladatot, ami rász szabott az élet. Nem keresett kibúvót ez alól, nem próbált meg valami könnyebb utat választani, hanem felvállalta mindezt. De ennél sokkal többet. Azt, hogy a mennyei atya mit bízott rá. Persze ebbe beletartozott a családja is. Talán azt lehet mondani, hogy legyen már elég már a kifogásokból. A mentegetőzésekből, a mutogatásokból, hogy miért nem vagyok jó hívő. Családomra, a gyülekezetre, a társadalomra, a gonoszságra, az ördögre, mindenkire. Hogy elég legyen a kifogásokból. Elég legyen a panaszkodásokból. Abból, hogy mi minden rossz. Ki mindenki rontott el körülöttem dolgokat, meg ezek szerint én is. Isten lelke azért jött el, hogy a tanítónk legyen. Azért kaptuk, azért ajándékozta az Isten nekünk, hogy vége legyen a kifogásoknak. Vége legyen a panaszkodásoknak. Mert mindannyiszor, amikor kifogásokat keresünk, és a panaszokhoz fordulunk, akkor nem tudjuk megtenni, ne forduljunk el az Istentől. Nem tudod megtenni. A kettő út egészen más. Van egy csodálatos dolog, hogy az Isten előtt is lehet panaszkodni. Csak az ugye az nem emberek előtt való panaszkodás. Az Isten előtt is mondhatjuk a kifogásainkat. Ott van helye. Mert akkor vele lehet megbeszélni. De amikor ő nélküle tesszük ezt meg, akkor kizárjuk az életünkből, hogy ő adjon megoldást. Vége, itt a változás ideje. Ha az Isten lelke szerint akarsz. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindent rosszul csináltunk eddig, vagy rosszul tettük, hanem azt, hogy szerinte valóan formálódjunk tovább. És egyébként eddig is jól tettem valami dolgokat, a következő időszakban lehet, hogy Isten mást akar ránk bízni. Van egy elve az Istennek, amikor hűségesen, engedelmesen belállunk egy feladatba, elvégezzük a szolgálatunk, többet bíz ránk. És ez nem csak majd a mennyben lesz, hanem itt a földön is, ez így működik. Hogyan láthatjuk magunkat egyébként helyesen, ez így tudunk tényleg hittel tovább lépni. Azon az úton, amit az Isten készített el. Nem az emberi elvárásoknak az útján, mert abba be lehet rokkanni. Még a saját elvárásainkban is be lehet pusztulni. Hanem az Istennek, ön sohasem fog olyan elvárást eléd adni, amit vele együtt ne tudná beteljesíteni. Tehát Isten nem olyan, hogy olyan célokat tűz eléd ki, hogy hát azt lehetetlen megtenni. Néha így mutatjuk be az Istent, hogy igen, ott vannak azok az elvárások, hát én meg itt vagyok, soha nem érem el, de törekedni fogok, megígérem. Szó sincs ilyenről. Hogy Isten valamit eléhez, törekedsz, de soha nem érheted el. Pont azokat az elvárásokat adja eléd, amit teljesen beteljesíthetsz vele együtt. A törvény azt mutatta meg, hogy Isten nélkül nem megy. Vannak azok az elvárások, Isten nélkül nem megy. Nem tudom betölteni, senki nem tudta. Azért küldte el az atya a fiút, azért jött el közénk, azért küldte a lelket, hogy vele együtt igenis beteljesítsük. Azt, amit nem nélküle, még vele együtt tudunk valóságá váltani.
hogyan láthatom igazán tényleg magamat helyesen? Amikor segít abban, hogy ezeket a kifogásokat, panaszat végre félretegyem, és tisztán az kerüljön elém, hogy Isten mit szeretne elvégezni bennünk. Jakab levelében az első részben néhány igeverset nézzünk meg. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Vigyázzat hívő embereknek, hogy ne csapjuk be magunkat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi olyan, mint ez az ember, aki tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Eljövök Isten tiszteletre, meghallgatom az igét, örülök neki, még imádkozok is, és megyek tovább, és mintha elfelejtettem volna. Kimegyek az ajtón, és már el is szállt. Lehet, hogy valami rémlik még talán. Azt mondja, van ilyen. Lehet, hogy másokkal nem történt meg, de azt mondja Jakab, hogy ez egy veszély a gyülekezet népének. És akkor végén a 25-ig, de aki a szabadság tökéletes törvényével tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Boldoggá teszi cselekedete. Azt mondja, hogy van ilyen. Ez nem egy elérhetetlen álom. Nem úgy van, hogy valami messze van tőlünk, hogy boldog legyél abban, amit teszel. Az Isten szerint. Hogy Isten megáldjon téged abban. És láthatod azt, hogy az a nem csak a te munkád, hanem az Isten munkája benned. Mit teszek, mit élek Isten igéből, ez a legfontosabb kérdés ebben. Mit teszek és mit élek meg teljesen Isten vezetéséből, a lélek munkájából? Erre hívott el. Ez tényleg egészen más már, mint hogy csak azt mondom, hogy hiszek az Istenben, hanem hiszek neki minden nap. A Márk evangéliumában is megtaláltam, minden evangéliumban, a legfontosabb parancsolat, amikor Jézus beszél erről, szó szerint azért, mert őt kérdezték meg, Jézus így válaszolt, a legfőbb parancsolat ez, halljad Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egy az Úr, szeresd az Urat, te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második, ez szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Amikor az a kérdés, hogy mit kell betöltenem, akkor innen fakad minden. Ez a gyökere, ez a forrása, vagyis a szeretet jelenléte a mindennapokban. Nézzünk bele a tükörbe. Nézzünk bele abba, hogy milyen visszajelzést kapunk. Ha tényleg meg akarod tudni, hogy mennyire igaz az Isten szeretet az életedben, mennyire igaz az, hogy szereted a másikat, kérdezd meg. Odaállsz az Isten elé is, de kérdezd meg a feleségedet, a férjedet. Kérdezd meg a gyerekeidet. De komolyan, kérdezd meg, hogy látható-e, mit látnak a szeretetből belőled. Kérdezd meg a munkatársaidat, hogy látható-e benned a szeretet. Lehet, hogy majdnem azt mondom, hogy nagyon rossz lesz hallani, mit hallasz. De legalább belenézel a tükörbe. És ha nem azt derül ki, hogy látható ez a szeretet az életedben, akkor változtatnod kell. Akkor valamit nem jól csinálsz. Akkor valamiben nem engedelmeskedsz a lélek szavának, az igének, mert a környezeted azt mondja fogni, hogy benned a szeretetlenség látszik. Az, hogy nem törődsz velünk, nem figyelsz ránk. Nem érezzük azt, hogy szeretnél bennünket. Lehet, hogy rossz ebben szembesülni, de ha ez az igazság, akkor nem ezen az úton járok, amit az Isten nekem adott, amiért élek ezen a földön. Szembesülnöm kell. Az Isten elé is oda kell állnom. Persze, csak az nagyon nehéz, hogy őszintén meghalljam. Néha egyébként ott lehet legjobban összetörni, sokkal rosszabb, mint ha a munkatársam, a feleségem mondja azt, hogy nem szeretsz. Amikor az Isten mondja ezt ki, az a legdöbbentőbb. Egyébként olvasjuk a Bibliában, ezt pont a gyülekezetnek Jelenések könyvében is, hogy kiestél ebből a szeretetből. Nincs meg benned. Nagyon rossz ebben szembesülni, de jobb szembesülni vele, hogy változtatni tudjunk, mint hogy odázni bármikor ezt a szembenézést. Hogy tényleg a legfontosabbat, amire
születtem, amireért élek, amiért eljött értem Jézus, amiért meghalt értem, az valóság-e? Vagy keresem a kifogásokat, és egészen más utakon járok, és úgy gondolom, hogy olyan félszívvel is, félszeretettel, vagy olyan magam módján való szeretettel is tökéletesen megelégedhetek. Az Isten szeretet először. Csak azért szerethetünk. Nem azért kéri, mert tőlünk ez az elvárása, hanem ő előbb szeretett minket. És sokkal jobban, mint amit mi valaha is tudunk. És megad minden segítséget ahhoz, hogy ebben a szeretetben valósággal éljek és éljünk. A második korintusi levélben, Pál 5. rész 17. versében egy másik dolgot hoz még elénk, a békességet, illetve így a megelégedettséget. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és újjá lett. Egy változás, egy hatalmas változás. Mindez pedig az Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgáltat. És tovább megy még, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségbe, mint a Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. Nem sokára az úrvacsorában ezt fogjuk megköszönni. De menjünk vissza, békesség, megelégedettség, és ahogy mondom, visszautalva, megelégedettség a helyzetünkkel, önmagunkkal, Jézus Krisztusban. Lehet, hogy nem vagyok elégedett a társadalmi helyzetemmel, a fizetésemmel, az anyagi körülményeimmel. Ez lehet, hogy feszítés az életemet. Ez le is nyomhatja, rosszul is érezhetem. De ha nem találom meg a békességemet az Istenben, az Isten által elkészített, nekem szabott békességet Jézus Krisztusban, azáltal, hogy megismertem az ő szeretét, na akkor ez egy nyomorult élet. Még akkor is, hogyha hívőnek mondom magamat. Mert pont ez mutatja meg, hogy Krisztusban élhetek, Istenben vagyok benne, hogy ez a békesség megadhatott. Függetlenül attól, hogy milyen társadalmi helyzetben vagyok, milyen anyagi nehézségekben. Azok nagyon változhatnak. Hihetetlen az, amikor Pál ír a rabszolgáknak, hogy úgy szolgáljatok, mintha Krisztusnak szolgáljatok. És nem azt mondja, hogy keressétek az első alkalmat, hogy hogyan tudtok elszökni. A rabszolgáknak, akik tárgyaknak tekintettek, vettek, adtak. És Krisztusban megtalálták a békességüket. És szabadok lettek. De nem abban a tekintetben akkor azonnal, hogy felszabadították őket. A rabszolgatartóknak, vagy az uraknak is volt szava egyértelműen az úrnak. De az, hogy ez a békesség, ez a megelégedettség Krisztusban, ez egy hihetetlen ajándék, amit az Isten neked készített. Hogy tényleg békességed lehessen. És ezt a békességet tudjad képviselni. Ez a másik, hogy a családodban, a munkahelyeden, a szomszédaid előtt, ott, ahol te élsz, ezt a békességet képviseled. A békesség embere vagy-e? Ezt mondják-e, ezt mondhatják-e a többiek rólad? Hiszen ha megkaptad békességet Krisztusban, mit mondod, hogy arra rendelt el, hogy ezt a békességet adjuk tovább. Békességet képviseljük, azt mondja, a békesség igéjét bízta ránk. És Isten, ahogy befogadott bennünket, ahogy olvastuk a római levél 12. részében is most, egy hihetetlen változást hozott el. Abból, hogy egyedül küzdjek, meg én vagyok a világ közepe, körülöttem forog mindenki, ahelyett beépít bennünket Krisztus testébe. És kiderül, hogy az igazi és jó helyünk ott van, amikor nem azt várjuk el, hogy mindenki minket szolgáljon ki, hanem amikor megtaláljuk a szolgálati helyünket, a feladatunkat, Krisztus testében. Amikor egyrészt rájövök, hogy akinek ez a probléma, hogy nem vagyok felesleges. Azért, mert másoknak jobb helyzetük van, jobb ajándékaik, nagyobb lehetőségeik, akkor én olyan kicsinek, semminek, feleslegesnek érem. Nincs ilyen. Krisztus testében, Jézus Krisztusban nincs felesleges ember. Másrészt pedig
nélkülözhetetlen sem vagyok. Nagyon sokan tudunk olyan büszkék lenni, hogy én majd jól megcsinálom, mert látom azt, hogy másoknál több ajándékadatot, több lehetőség az életünkben, és úgy gondoljuk, hogy hát mi nélkülözhetetlen. Ha mi nem, akkor senki se tudja megcsinálni. Hány olyan ember fekszik temetőbe is, aki azt hitte, hogy nélkülözhetetlen, és nem lett az. Az Istentől van az életünk, az elejétől a végéig. Kaptunk egy csodát az életben, hogy teljesen betölthessük azt. De ez az Isten kezébe van. Ott tudjuk, tőle tudjuk legjobban megkapni azt is, hogy hogyan tudjuk azt a legtöbb értéket megtanulni. Az értékemet igazából ez adja meg, hogy az Istentől rendelt helyemen vagyok-e. Isten népében, a Krisztus testében, és azt a feladatot pedig a legjobban betöltsem. Ezért kell ezzel nagyon fontosan tisztában lenni. A 139. Zsoltár 13. versétől ez egy csodálatos kép a formálódásunkról, és arról a hitről, hogy Isten ebben hogyan van jelen. Te alkottad vesémet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosat alkotásod és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálottam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaik, Istenem, mi hatalmas azoknak a száma. Számolgatom, de több a homoszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Személyre szabott terv. Nem a születésemtől kezdődött, hanem már előtte. Van a Bibliában egy csodálatos titok, amely Krisztusban érthető vált, hogy a teremtéskor már Krisztusban Isten gondolt rád. Nagyon mélyre nyúlik ez Krisztus Jézusban. És azt mondja, hogy ez teljesen az Isten keze, a végén is csak nálad vagyok. Benne találom meg ezt a sok homokszemet, ezt a sok-sok csodát, amit nekem készített. Megszámlálhatatlan még. Rengeteg panaszunk lehetne. Tehát komolyan jogos panaszunk. Problémáinkra. Listákat lehetne írni. De gondolom azt, hogy ha homokszemeket nem tudod megszámolni, azt mondja Isten, ennyi csodát készített el neked. Ennyi jó dolgot. Ennyi hihetetlen, felfedezni való, az Istenben megérthető dolgot. Több, mint a homoszemek. És a végén még mindig csak ott vagyok, hogy az Isten hatalmas. A Lukács evangéliumának a 10. része van egy különleges történet, Mária és Mártának a története. Sokszor azt hiszem már elénk került. Most a legvégét nézzük csak meg. Mária, Márta, édes testvérek, együtt laktak, az ő testvérük volt Lázár, Jézust és a tanítványait is sokszor befogadták igazi hívő emberként, komolyan vették ezt, és hát volt egy nagyon érdekes konfliktus helyzet, amikor Márta felszolgált, kiszolgálta a vendégsereget, a testvére pedig odaült hallgatni Jézus Krisztus, és ennek a végét hallgatjuk, amikor Márta ezt Jézust kérte számon, hogy miért nem szól a testvérek. Úr azonban így felelt neki, Márta, sok mindennél aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre, Mária jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. A jobb részt választani. Az a helyzet, hogy látszott itt, hogy mi volt az alapja ennek a konfliktus helyzetnek, az elvárásaink egymás fele is. A másik oldal ennek, hogy odafigyelni az Istenre. Ugye ez a kettő között volt. Márta a saját elvárásainak, az emberi elvárásoknak, hogy mit várnak el egy háziasszonytól, arra összpontosított. Mária meg kész volt arra, hogy odajöjjön Jézus lábelő, hogy odafigyeljen, hogy talán neki mi a véleménye. Nem, mint a nem lenne fontos, úgymond a háziasszonyi munka, mert nem arról mondja Jézus, hogy valami rosszat tett, és őt megdicséri, hogy nagyon, nagyon ügyes vagy. De ez a kettő egészen más. Az emberi elvárások, a saját elvárásaim, vagy az Isten akarata, terve,
az ő útmutatása. Körülbelül legtöbbször ez a pokol és a mennyország. Tehát pokollá tudják egymást életét tenni az elvárásainkkal. Komolyan. Nézd meg. Azokkal, amiket lehetetlen egyébként beteljesíteni. Mi se teljesítjük be, de másoktól elvárjuk. Családok mehetnek így tönkre. Munkahelyek válhatnak mérgezővé ezektől az emberi elvárásoktól. Mert be se tudjuk teljesíteni őket, mások, de közben magunkra vesszük, és hogy lehet? Ebből egyetlen kiút van, amikor tényleg odafigyelek az Istenre. Amikor kész vagyok fölszabadulni ezek alól, hogy az Istennek szolgáljak, akár csak a munkahelyem, a családommal együtt is. Hogy végre ne az elvárások terhe, hanem a szeretetből fakadó szolgálat, odaszánásom legyen az alapja mindennek. Ég és föld, pokol és mennyország lehet a különbség. És az az igazság, hogy bennem dől el. Hogy a hitedre figyelsz, az Istenre vagy emberekre. És ezeket a döntéseket meg kell hoznod, nem is olyan egyszerű. Nagyon nehéz elszakadni az emberi elvárásoktól. Nagyon meg tudnak kötözni. Azért, mert mi is tele vagyunk mások felé ezekkel. És annyira megkeserítik az életet. Tényleg, ahogy a Biblia mondja, a keserűség gyökere olyan könnyen föl tud nőni az emberi szívekbe. És nagyon hamar meg kell fékezni, mert úgy elterjedik, hogy alig lehet utána kigyomlálni, vagy kivágni, mert láncfűrész kell hozzá. Komoly megtérés, és nagyon mély bűnbánat utána. Hogy ezektől megtérjön. Hogy az Isten valódi szeretete és mély szeretete legyen, hogy a jó részt válasszam. Azt, ami tényleg segíthet az életünkben. Munka lesz bőven, feladat mindig lesz majd. Az Isten országában is. De az, hogy először keressem az Isten országát és az ő igazságát, és a többi mind megadatik. Az Efézus 4.16-ban van egy nagyon fontos felelősségünk. Az egész test, amiről itt Pál is beszélt az előbb a római levélben, amit olvastunk, az ő hatására, a Krisztus hatására egybeilleszkedve, összefogva, különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságainak megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedésére, hogy épüljön szeretetben. Hú, ez egy hatalmas páli körmondat a lélek által, hihetetlen nagy üzenet van benne, de ami fontos, minden, vagy hát most ebben a helyzetben, minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Persze ez az önmagáról gondoskodás, gondoljuk a test képére, nem azt jelenti, hogy a kezem önmagáról gondoskodik, hanem maga a test egésze is gondoskodik róla, meg az életet adó. De mégis a felelősség azt mondja, hogy ott van. Nem háríthatom másra a felelősségemet, hogy nem növekszem. Hogy nem teljesítem be a küldetésemet, amit az Istentől kaptam. Hogy nem vagyok a helyemen, hogy nem szolgálok. És nem szolgálok szeretetből. Nem háríthatom a másra a felelősségem, mert az ige azt mondja, hogy ez az én felelősségem. Ez a saját felelősségem. Azért, mert ehhez megadja az erőt a test, vagyis Krisztus, a lélek. Nem. Ott van az ideje, hogy ez más miatt van. Ez az én részem, az én felelősségem. Melyek azok az erősségeink, ajándékaink, amiket az Isten nekünk adott, nem szabad se szégyelni soha, hogy Istentől mit kaptunk. Se egyszerűen olyan értelemben büszkének lenni rá, hogy úgy érezzük, hogy ettől többek vagyunk. Mert ha ajándék, akkor miért is lennék én több? Az egy ajándék. Ez nem egy jutalom, hanem az Istennek az ajándéka. Se félretenni nem szabad, hanem az Isten ajándékait, mindazt, amit tőle kaptunk, azt használnunk kell. A használatnak két nagyon fontos területe van. Azt, hogy mi is élvezzük azt, mi is ebben örömünket leljük és boldogok legyünk, és másokat is tudjunk boldogítani. A mi Istenünk boldog Isten. Ezt mondja az ige. Ő örömét leli abban, hogy, amit nekünk ad. Nem kényszerűségből, nem hogy na hát azért valamit adok, ahogy nagyon sokszor mi ezt megtetszük. Örömét leli ebben. De ebben az örömében, ebben, amit nekünk adott, abban mi is részesülünk. Jók és rosszak, hitvők és hitetlenek együtt.
ezért azt is, amit tőle kaptunk, meg kell érteni, hogy ugyanígy működik, hogy igen, használni. A Máté 25-ben a tálentumok példázatából nézzünk meg csak azt a mozzanatot, amikor az Úr számon kéri azt a szolgát, aki elrejtette azt a nagy kilincset, a tálentumot, ami több tíz kiló aranyatnak értékű vagyont jelentett. Oda ment hozzá az is, aki egy tálentumot kapta, ami hihetetlen nagy kincs volt egyébként, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, onnan is gyűjtesz, ahol nem szórtál. Félelmembe elmentem tehát, és elástam a tálentumot a földbe. Nézd, itt van, ami a tiéd. És ugye döbbenetes az, amit az Úr ura így válaszolt: te gonosz és lusta reszszolga, tudtad, hogy ott is aradok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vagyis nem foghatsz senkire semmit. Ha te úgy érezted magadról, hogy nem vagy elég ügyes, akkor miért nem kérdez segítséget? Miért nem adtad olyanoknak, akik, vagy hívtál be ebbe olyanokat, akik tudtak volna ebben neked segíteni? Rábíztak egy vagyont, és úgy élt, mintha nem lett volna vele. A többiek éltek annak az örömében, hogy kincsekkel voltak megrakva, és ezzel gazdálkodtak. Az elsőre talán még azt is látnak, mintha nem lenne igazságos, pedig hát élni a gazdagsággal, vagy szegényen élni, miközben gazdagok lennénk az Istenben, azért az Istennek a megcsúfolása. Hogy úgy élünk, mintha nem kaptunk volna erőt, mintha nem kaptunk volna tőle szeretetet, mintha nem szabadított volna fel bennünket a bűneink alól, mintha el kellene rejtenünk ezt, és nem élünk vele. Gondolunk el, egy munkahelyen lennél, és feladatod lenne, hogy elmenjél vidékre, és ez kapnál is egy kocsit, amit tudsz is vezetni, de inkább a garázsba tartanád, és amikor számon kérnek, azt mondod, hogy féltem kimenni az utakra, mert hát veszélyes. Tehát kaptál kocsit, meg volt a feladatod, de hát én féltem kimenni, hát olyan veszélyes. Hát persze, hogy veszélyes az utakra kimenni. Persze, hogy veszélyes kereskedni, meg végezni a feladatunkat. Sokkal egyszerűbb, úgymond, nem csinálni semmit ezekkel. De az Isten ezt bízta ránk. Igazságtalanság akkor, hogyha esetleg elbocsátanak munkahelyedről, ha nem teszed meg a feladatodat. Igazságtalan az Isten, hogyha mindent megad számunkra, és akkor végén azt mondanak, hogy hát, én inkább szerény voltam, nem éltem avval a kincsel, amit nekem adtál. Az még a butaságnál is rosszabb. Gonoszság. Egyértelmű gonoszság. Mert nem az Istennek engedtem, hanem a gonosznak. Ez a kettő között a különbség. És ez nem messze van tőlünk, ez a mi életünkben zajlik ma is, meg bármikor. 2 Timóteus 1:6-ban azt olvassuk, hogy ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Az Isten ajándékait használni kell. Vannak olyan dolgok, amit használunk, és tönkre mennek. Ilyen a legtöbb eszközünk. De nem minden így van. Gondolj el mondjuk az izmaidra. Ha nem használod őket, tönkre mennek. Ha használod, akkor egyre erősebbek lesznek. Az eszedre, a gondolkodásodra. Ha nem használod, akkor leépül. Ha használod, akkor egyre élesebb lesz. Pontosan így vannak az Istennek az ajándéka. Ezek ilyen belső, nem véletlenül a testképét használta erre, az életet. Használni kell. Ha nem használod, akkor elsorvad. Ha nem használod, akkor egyre tompább lesz. Nem véletlenül, hogy maga Pál biztatja Timóteust erre. És végül a Máté 25-21-et hoznám elétek. Ura így szólt hozzá: jól van, jó és hű szolgám, kevésen hű voltál, sokra bízok rád, ezután menj be urad ünnepi lakomára. Említettük azt, hogy az életünk, itt a földi életünk is, egy ilyen hihetetlen szolgálati út, amit az Isten elkészített, és amiben lehet hűségesen helytállni, hogy utána egyre többet bízott ránk. Szolgálat nélkül, az Istennek való szolgálat nélkül nincs valódi élet. Nem csak egyszerűen hívő élet, nincs valódi élet. Olyan élet, amit az Isten ad. Mert az Isten is szolgálni jött el. Amikor Jézus lejött, azt mondja, hogy én igazából Úr vagyok közöttetek, de
azért jöttem el, hogy szolgáljak. Amikor Jézus bennünk él, ugyanerre fog elvezetni bennünket. Azért, hogy utána ne emberektől, ne akár csak önmagamtól, hanem az Isten által hallhassam meg ezt, hogy jól van, jó és hű szolgál. Hogyan élhetsz, hogyan gondolkodhatsz hit által? Úgyhogy ha azt az egyszerű dolgot, hogy Isten kijelentése, igéje, az ő lelke vezetése, az a teljes életednek a része. Hogy nem csak elmélet, hanem ez a gyakorlati életet. Hogy ne kifogásokat keressünk, ne a panaszkodásra szálljuk oda magunkat, hanem a változásra. Az Isten elé odállni. Őszintén, hol tartok, és hova tud engem Isten elvezetni. Hogy nem vagy se nélkülözhetetlen, se nem vagy a többiek fölött, hanem az Isten kezébe vagy egy csodálatos ajándék, egy eszköz, aminek olyan kincseket adott Isten, amit használhatunk, és amit használnunk is kell. Áldjon meg ebbe bennünket az Úr, vezessen, és ne elégedjünk meg ennél kevesebbel, mint amire az Isten elhívott. Amen.